I have a pen, I have an apple, apple pen, I have a pen. Sziasztok! Amióta megjelent az örökség, rendszeresen kapom azt a kérdést, hogy hogyan lehet könyvbe olyan felolvasós dolgot csinálni. Ugye az örökségen úgy volt, hogy naplókat találtunk meg, napló részleteket, és mindegyik elején volt egy ilyen kis gomb, amire, hogyha rányomtatok, akkor felolvasta Bence a szövegeket. És hát úgy látszik, ez annyi embernek megtetszett, hogy azóta nem is tudom hányszor kaptam meg ezt a kérdést. Szóval úgy döntöttem, most már elég volt, és csinálok róla egy külön videót, pedig valójában össze lehet szedni egyébként az internetről, tehát kell csinálni egy resource packet, amiben ugye hozzáadjatok a saját hangotokat. Erről csináltam már videót. Aztán le kell gyártani egy könyvet, ami egy szöveg megnyomásakor lejátsza azt a play sound parancsot, ami ugye arra a hangra hivatkozik. Nos, ehhez pedig tudtok keresni generátorokat. És ennyi. Na de most ezeket a lépéseket meg is mutatom ebben a videóban. Csináltam egy üres mappát, amiben létrehoztam már ezt az pak.mc metafájlt, meg a könyvtárakat is létrehoztam. Ugye a fájlt úgy tudtok létrehozni, hogy jobb gomb, új és új szöveges dokumentum, és ide beírtam azt, hogy pak.mc meta. Ebbe ezt kell írnotok, kapcsol zárójelek közé, maskakörmök között, hogy pack, kettős pont, de nem is mondom végig. Igazából a lényeg ebben az, hogy ennek a pack formatnak a száma 1.9 alatt 1-esnek kell lennie, 1.9-es pályához 2-esnek kell lennie, és 1.10 vagy 1.11-hez pedig 3-asnak kell lennie. Én ezt most 1.10-re mutatom, úgyhogy 3-ast írtam. Illetve lehet hozzáadni ilyen leírást, én hozzáadtam, hogy ezt én csinálom. Ezt ugye lehet szerkeszteni szinte bármilyen szövegszerkesztővel, akár jegyzettömbel is. Ha nincsen hozzátársítva alapból az MC meta, ami valószínűleg így van, akkor jobb gomb és társítás, és akkor kikeresítek a jegyzettömböt. Vagy akár azt is lehet, hogy előbb a jegyzettömböt nyitod meg és betallózod, mindenféle szövegszerkesztővel lehet szerkeszteni. Azt mondja, kell egy assets könyvtár, azon belül egy Minecraft könyvtár, azon belül meg egy sounds. Ja igen, vegyünk fel ide soundsbe egy hangot. Ez bármilyen hangfelvevővel lehet, a lényeg az, hogy OGG formátumban legyen. Fölveszünk egy hangot, mondjuk, na takamá, nagyon jó, ezt most kiexportálom. Ugye az Assets, Minecraft, Sounds mappán belül legyen mondjuk a neve az, hogy taka, és nem WAV, hanem OGG. Mentés. Oké. Okay. Kész. Ott van a file, nagyon jó, akkor egyel vissza, ide a Sounds mellé kell egy másik file. Ez pedig a sounds.json. Igen, azt akarom. Ezt is megírjuk. Így kell kinézni a fájlnak, most nem nagyon húzom vele az időt, mondom, van róla külön videó, nem tudom, abban aztán már részletesebben elmondtam. A lényeg az, hogy ezt is kapcsolós zárójelek közé rakjuk. Ide azt kell írni, hogy hogyan lehessen hivatkozni arra a hangra, legyen mondjuk taka. Én szeretem ugyanúgy elnevezni, mint a fájlt, így könnyebb aztán visszakeresni, hogy melyikkel van gond. Ennek kell egy ilyen sounds tulajdonsága, így azért van szöget egy zárójelek között, mert ez egy tömb, de több hangot is meg lehet adni, és akkor véletlenszerűen válogat közötte. Hát én most csak egyet szeretnék, és ide a name-be kell megadni, hogy mi az a file, hogy hol van. Ez azonnal a soundsban van, ezért elég csak a file-nak a nevét írni. Egyébként ha azon belül mappába raknám, akkor ide kéne írni a mappa nevét, és akkor per valami. De most elég csak ennyi. Ez a streamet, ezt érdemes bekapcsolni, főleg, hogyha hosszú fájlról van szó. Oké, ez is megvan, akkor ezt most az egészet szépen becsomagoljuk. Ezt így kijelölöm, jobb gomb, küldés, tömörített mappába, és ez legyen mondjuk a resources.zip. Ugyanis, ha így nevezitek el, és belerakjátok a pályának a mappájába, akkor azt automatikusan be fogja tölteni a játék. Tehát én ezt most így másolom, van egy ilyen test nevű pálya, annak a mappájába így belemásolom, ott van. Itt is vagyunk a pályán, hát igen, itt szoktam kísérletezgetni. Kell a play sound parancs, és mindenkinek játssza le, a többi nem kötelező, na lássuk. Na takamá. Tökéletes. Akkor már csak a könyvnek a kódja kell, ehhez viszont tutira szükségünk lesz egy command blokkra, mert hogy hosszú lesz.
Ilyenkor érdemes ugye generátort keresni, amikor valami hosszú, bonyolult parancsra van szükségünk, beírható, hogy Minecraft book generátor, ugye fogtok kapni egy párat. Itt van az első találat, ez egy nagyon szimpatikusnak tűnő dolog. Ide lehet írni a szöveget. Mondjuk ez is kezdődjön azzal, hogy felolvasás. És akkor alatta meg a szöveg. Nagyon jó, most ezt kijelöljük, és itt rányomunk erre, hogy create a click event. Igen, ez pedig ne OpenURL legyen, hanem run command, és akkor ide kell a parancs, az a placeholder, amit az előbb megírtam. Itt van, behozom a chatet, nyomok egy fölfelét, még egyet, ott a parancs, Ctrl-A-val kijelölöm, Ctrl-C-vel másolom, és ide beillesztem, Ctrl-V-vel leokézom. Királyot jelzi is, hogy van rajta egy ilyen esemény. Én ezt szerettem más színnel jelölni, mondjuk ilyen kékkel, nem, a másik fajta kékkel. Így. Ez így jobban vonza a figyelmet, hogy az, azzal lehet, hogy valamit lehet csinálni, mondjuk rákattintani. Nagyon jó. Adhatunk neki könyvet, vagy könyvet, nevet, szerzőt is, király még leírást is, és akkor itt alul van egy generate, és itt is van a szép kód, ezt szépen kijelölöm, Ctrl-C, megnyitom a command blockot, Ctrl-V, átállítom always active, és akkor mindjárt le is futtatja a parancsot, done, megkaptam a könyvet, tényleg ott van a cím, a szerző, meg a leírás is, nézzünk csak bele, tök jó, rá lehet majd kattintani, na takamá, és tökéletesen működik, ennyi volt. Ha több hangot szeretnétek fölvéve, az benne van abban a tutoriában, amit mondtam, és igazából ennyi, nem tudom még mire lehet szükség. Ha hosszabb szövegről van szó, akkor természetesen kevés ennyi, hogy ott van egy play sound, bár nem valószínű, hogy többször meg fogják nyomni, de ha esetleg ellen is szeretnétek fölkészülni, akkor nyilván nem egy play soundot futtat le, hanem aktivál egy másik rendszert, ami időzítve van, hogy teszem azt, hogy lerak valahova egy redstone blokkot, az elindít egy play soundot, ez az play sound, és ugyanakkor elindít egy ilyen időzítőt, azt én például így hopperrel meg sütővel csinálnám, beállítanám, hogy a hopper x másodperc múlva adja le a tárgyat, és hogyha leadta, akkor üsse ki azt a command blokkot, illetve redstone blokkot. Hoppá, fordítva. Így. Akkor egyrészt ürítse ki a sütőt, másrészt üsse ki innen a redstone blokkot, hogy újra lehessen aktiválni a rendszert. De szerintem ez egy ilyen apróság, igaz? Ezt megcsináltam minden az örökségben, akit érdekel ez, nézze meg a pályán. Azt mondjátok, egészséggel a kézikönyv óvjon. Na takamá! Na takamá!